Kis Judit Ágnes, a tündér keresztanya, az eleje. Az a baj, sóhajtott fel Kiki egy késő nyári délutánon, hogy anya ősztől nagyon sokat fog dolgozni. Jóval többet, mint eddig, és sokkal tovább. Kettesben üldögéltek Kerivel a hinta ágyon, és kakaót iszogattak az árnyékban, amíg anya a vacsorát melegítette a konyhában. Keri a keresztanyja volt, nem rokon, mégis családtag Kiki születése óta. Anya barátnője volt. Foglalkozását tekintve valószínűleg tündér. Legalábbis Kiki biztos volt benne, hogy varázsereje van. Elég baj az neki, helyeselt Keri a panasz hallatán. De én úgy hallom, hogy neked is baj. Nagyon is. Én leszek az utolsó, akit hazavisznek. Tudod, milyen rossz az, hogy jönnek sorban a többiekért, én meg csak ülök, és nézem, ahogy elmegy mindenki, akit ismerek, és csak várok, és unatkozom, és egyedül érzem magam. De még mennyire, hogy tudom, bólogatott Keri. Amikor kislány voltam, illetve már nagy, hiszen iskolába jártam, anyukám este 6-ig dolgozott minden nap. 6:30-re ért oda hozzám. Amikor már hazamentek a gyerekek, a tanítónénik is, csak én ültem a földszinti padon. Meg a portás bácsi fülkéjében. Mindig féltem, hogy egyszer nem is jön egyáltalán. A portás bácsi beszélgetett veled? Érdeklődött Kiki. Dehogy! Legyintett Keri. A portás bácsi tévét nézett. Icipici tévéje volt, mint egy kocka alakú doboz, aminek az egyik oldalán fekete-fehér alakok ugrálnak. Fekete-fehér! Csodálkozott Kiki. Bizony, és a portás bácsi csak velük törődött. Rám se nézett. Még szerencse, hogy előjöttek az egerek. Milyen egerek? Ott laktak az iskola épületben. Amikor látták, hogy egyedül vagyok, kibújtak a lyukakból és a padló repedéseiből, és oda jöttek beszélgetni. Talán cincogtak, nevetett Kiki. Dehogy, tiltakozott Keri. Mondom, hogy rendesen énekeltek. Dallama is volt, meg szövege is. Megmutassam? És Keri választ sem várva darra fakadt. Amikor kell a nap, mit iszunk, egerek? Keserű, savanyú leveket. Nem iszunk soha semmi jegeset. Amikor jön a dél, mi teszünk, egerek? Puha és ropogós kenyeret. Nem eszünk sohasem szemetet. Ha az éj ideér, aludjunk, egerek. Nagy a szél, sose félj, ne remegj. Hozok én takarót, meleget. Ez nagyon szép volt, sóhajtott Kiki. De rajtam nem segít. Nálunk nincsenek egerek. Ha az egerek nem is segítenek, én azért tudok, nevetett Keri. Szerencsére pont ráérek hétfőn és szerdán, és már 4-re értet tudok menni. Haza kísérlek. Vagy addig sétálunk, amíg a szüleid meg nem érkeznek. Így esett, hogy Kiki szeptembertől minden héten kétszer Keri történeteit hallgathatta.